Tisztelt Önkormányzat, az ötös számú napirendi pontunk következik. A CEVA Filaxia ZRT-nek a Monori belterületi 7526/1 és 7526/2-es helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatának a megtárgyalása. Tisztelt Önkormányzat, ugye röviden a pedagógus földről van szó, arról a pedagógus földről, amit az önkormányzatunk ugye eladásra, értékesítésre hirdet. A pályáztatott ingatlanokra megajánlható legalacsonyabb vételár az ugye 3000 forint. Egyéb kikötése az önkormányzatunknak egyébként a vevővel szemben, vagy a potenciális vevővel szemben nem volt. És most érkezett egy vételi ajánlat, ami ugye hivatalos pályázatnak nem minősül, hiszen a megajánlható legalacsonyabb vételárat ugye nem tartalmazza, illetve annál egy alacsonyabb vételárat tartalmaz. Mégis arra gondoltuk, hogy a képviselőtestületnek ugye érdemben kellene vele foglalkozni, hiszen az előterjesztés, illetve a vételi ajánlat szerint is a egyszeri telek vételáron túl olyan járulékos hasznokat jelentene az önkormányzatunknak, illetve Monor városának, ami alapján azt gondoljuk, hogy mindenképpen megfontolásra érdemes ez az ajánlat. Tehát még egyszer mondom, a 3000 forintos legkisebb megajánlható vételárat az ajánlat nem tartalmazza, illetve a ajánlati biztosíték megfizetése sem történt meg, tehát formálisan nem szabályos a CEVA Filaxia ZRT-nek az ajánlata. Mégis azt javasoljuk, az egyéb és a cég képviseletében itt lévők által azt gondolom, hogy most majd szóban is kiegészített járulékos hasznok miatt, hogy a képviselőtestület foglalkozzon az ajánlattal. Ugye arra nincs lehetőségünk, hogy érvényesnek nyilvánítsuk az ajánlatot, de arra lehet és van joga és lehetősége a képviselőtestületnek, hogy az eredetileg meghatározott, megajánlható legkisebb vételárat, ugye ezt a fajlagos négyzetméter árat, ezt adott esetben a járulékos hasznokra hivatkozva csökkentse. Még mielőtt megadnám a szót, annyit szeretnék a képviselő társaimnak, illetve hát a Gemini Televízión keresztül a televízió néző közönségnek elmondani, hogy azért a cég képviselőivel, illetve a megbízottjaival való egyeztetések azért mindegy fél évvel ezelőtt kezdődtek. Tehát ennek a vételi ajánlatnak azért volt egy, vagy van egy közel fél éves előzménye. A előzetes tárgyalások nagyjából fél évvel ezelőtt kezdődtek meg. Ugye akkor arról győződtünk meg, hogy ez a egyébként most Budapesten Kőbányán működő üzem a ugye valamennyi kapcsolódó egységével egy új helyszínt keres, itt Pest megyében elsősorban, és egy jelentős közműfejlesztés is a feltétele ennek a beruházásnak a megvalósításának, tehát előzetesen, ahol tudtuk, ott az illetékes közműszolgáltatókkal egyeztetést folytattunk arról, hogy egyáltalán műszakilag az a kapacitás igény, amit a cég képviselői előzetesen megfogalmaztak, az kiszolgálható-e ezen a helyen. Ugye jelesül a Csévi út mellett található mintegy 43 hektáros önkormányzati tulajdonú területen. Tisztelettel köszöntöm Gálik Gabriella ügyvédnőt, illetve Michael Carroll urat, akik a CEVA képviseletében vesznek részt a képviselőtestületnek az ülésén. Ugye magát a vételi ajánlatot a képviselőtársaim ugye megismerhették, hiszen írásban megküldtük, és a napirendi pontok részeként ugye ebből egy előterjesztést készítettünk. De arra kérem a Michael Carroll urat, hogy azért egy néhány mondatban mutassa be a Monorra tervezett beruházást. Azt kérem, hogy mind a ketten a mikrofonhoz menjenek. Thanks for allowing us to speak today. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk a mai napon. The company CEVA Filaxia is a French pharmaceutical company. A CEVA
Filaxia egy francia bázisú gyógyszergyár. We have put a proposal forward to purchase land in Monor. Tettünk egy ajánlatot a monori ingatlan megvásárlására vonatkozóan. And we plan to develop the site with commercial buildings. És a területet kereskedelmi épületekkel kívánjuk fejleszteni. For research and development, for vaccine production and for logistics purposes. Kutatásfejlesztés, vakcinagyártás és szállítási célokra. And we understand that there is a part of the land which has a environmental protection around it. Tudjuk, hogy a terület egy része környezetvédelmi legérintett a ekológiai folyosóval. And we plan to invest and to develop the site over the next 5 to 7 years. Mi a következő 5 és 7 évben tervezzük ezt a beruházást megvalósítani. And obviously we will contribute towards the business taxes, employment of the district. És ezzel hozzájárulnánk a település adóbevételeihez és a foglalkoztatáshoz is. And our proposal is split into two, so that we have a proportion which improves and develops the local infrastructure. És ezért úgy készítettük elő az ajánlatot, hogy megosztanánk a vételárat, és egy részével, a vételár egy részével az infrastruktúra fejlesztéshez járulnánk hozzá. And we trust our proposal is acceptable to everybody. Thank you very much. És bízunk benne, hogy az ajánlat mindenki számára elfogadható. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Én azt kérem, hogy még egy kicsit maradjanak, mert ugye a képviselőtársaimnak megadnám a lehetőséget, hogy az ajánlattal, meg az ide tervezett tevékenységekkel kapcsolatban ugye kérdéseket tegyenek fel. Ugye a cég képviselői a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság ülésén már ugye részt vettek, ugye ott is voltak kérdések, de természetesen itt a képviselőtestületnek a nyílt plénuma előtt is lehetőséget biztosítanánk arra, hogy a képviselő társaim kérdezzenek. Amíg a kérdéseken gondolkodtak, akkor ugye röviden, tehát akkor arról lenne szó, hogy egy francia tulajdonú, a világ egyik vezető állatgyógyászati termékeit előállító cég helyezné ide a központját, beleértve ugye nem csak a vakcinagyártást, hanem egyéb logisztikai kiszolgáló tevékenységet, és nem utolsó sorban a kutatásfejlesztést is. Ugye az önkormányzatunknak ugye évek óta célja, és ugye ezt a gazdasági programban is rögzítettük, az, hogy a helyi gazdaságot élénkítse, illetve, hogy egy vonzó befektetési célpont legyen a vállalkozások számára. A vételártól függetlenül én azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt megfogalmaztuk, ezt az igényt vagy ezt a szándékot, akkor hát hasonló elképzeléseink voltak, mint amivel most a CEVA képviselői nálunk jelentkeztek, hiszen ugye egy olyan tevékenységről van szó, amit ugye nagyon szigorú környezetvédelmi előírások szabályoznak, illetve amelyik én azt gondolom, hogy semmiképpen sem sorolható a túlzottan zavaró hatású beruházások vagy üzemek közé. Ugye nem beszélve arról, hogy egy magas hozzáadott értékű technológiát jelent. A gyógyszeriparnál ugye nagyobb hozzáadott értéket ugye nehéz találni. És ráadásul nem jár, én azt gondolom, hogy olyan például közúti környezetterheléssel, mint például mondjuk egy logisztikai központnak a megépítése, hiszen itt a fókusz az a kutatásfejlesztésen, illetve a gyártáson van, és nem azon, hogy mondjuk nagy raktárbázisok épülnének, ahol mi ugye egy viszonylag jelentős teherforgalmat indukál ezt követően. Ráadásul ugye az a várakozásunk is, hogy amennyiben a
képviselőtestület ugye helyt ad ennek a megkeresésnek, akkor viszonylag ugye nagy létszámú foglalkoztató is, vagy újabb nagy létszámú foglalkoztató is megjelenik a településen, és hát nem utolsó sorban, ugye azért abban is bízhatunk, azt gondolom, hogy jelentős mértékű lehet a helyi adóbevételekhez a hozzájárulása egy ilyen üzemnek, de még azt gondolom, hogy az építményadó sem lehet elhanyagolható, hiszen alapvetően ugye egy viszonylag nagy gyártelepről, vagy épületegyüttesről lehet szó, mire ez a beruházás nagyjából 5-7 év alatt teljes egészében elkészül. Kérdezem még egyszer a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés észrevétel. Nem látom teljesen pontosan, de nem látok hozzászólást. Akkor köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Barna Attila képviselő úr jelentkezik hozzászólásra. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt megjelentek. Csak itt igaz, hogy már elhangzott a polgármester részéről ez a környezeti terhelés, hogy nem jelent annyira számottevő mértékű terhelést így a környezetre ez a vállalkozás. Sem úgy, mint a termeléssel járó folyamatok, sem a szállítás. Bár azért mégis megkérdezném, hogy naponta körülbelül mennyi gépjármű, vagy kamion, vagy milyen mértékű szállítás várható itt. Az egyik ez. Akkor a másik például, ha jól hallottam, hogy azért elég jelentős víz felhasználása jár ez a folyamat, és nyilván ennek a víznek a kezelése, meg az ilyen tisztítási folyamatok, nyilván ez vele járó dolgok. És egy harmadik, hogy nyilván egy elég jelentős létszámú dolgozó is fog majd ehhez járulni, és hogy szándékoznak-e majd a későbbekben esetleg ezeknek az embereknek. Mostanában szokott, ez egyre inkább most már így terjedőben van, hogy akár szállás, vagy ilyen településen itt, hogy letelepedjenek valamilyen ilyen hozzájárulást adni. Köszönöm szépen! On the logistics side, we are not a logistics company, so we only have several trucks which will come in and out, but logistics is just one part of the activity. Tehát a logisztikai kérdéssel kapcsolatban ez nem egy logisztikai szállítmányozó cég, ezért néhány kamionra lehet számítani, de elsősorban nem ez a fő tevékenysége. On the water consumption, we understand that the current water capacity is the equivalent of about 120 cubic meters per day. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi kapacitás az 110 köbméter a napi kapacitás. And to cater for the increase in water, we will have tanks on the property, and we will store water in those tanks, which will be gathered from the rainwater. Víztározókat tervezünk a telephelyre telepíteni, illetve az esővízgyűjtést is szeretnénk megoldani. And with regard to the employees, most of the employees at the moment live in and around Budapest. Jelenleg a munkavállalók többsége Budapesten él. And is our understanding to be able to have the transportation coming from Budapest into Monor. And then we will provide a bus which will go from the train station to the site. És ebből kifolyólag jelenleg azt kell majd megoldani, hogy hogyan tudjuk az embereket Budapest és Monor között szállítani. Ezt valószínűleg vonattal és akkor a vasútállomás és a gyár között kell buszjáratot üzemeltetni. Hopefully I answered everything. Bízunk benne, hogy minden kérdést megválaszoltuk. Köszönjük szépen a kérdést is, meg a válaszokat is. Akkor csak ugye röviden, amit mi tudunk, vagy amit ugye mi megnéztünk, vagy az előzetes tárgyalások során, amiről mi meggyőződtünk a céggel kapcsolatban, az egyrészt az, hogy ugye jelenleg a magyarországi cégcsoportnak ugye 23,5 milliárd forint a
az éves forgalma, illetve Magyarországon a cégcsoport az mintegy 600 főt foglalkoztat. Ugye, ahogy a Carol úr említette, ugye ezek a kollégák jelenleg ugye Budapesten dolgoznak, ugye a cégnek a jelenlegi központja az ugye a Kőbányán, a Szállás utcában található, ugye ez a Ceva Filaxia területén. Ugye, ami talán a mi esetünkben, vagy Monoron szerencsés lehet, az az, hogy ugye ugyanazon a vasútvonal mentén fekszünk, tehát ugye ott a Kőbánya alsó vasútállomáson felszállva gyakorlatilag egy fél órán belül ugye Monoron tudnak lenni azok a dolgozók is, akik jelenleg ugye budapesti központban vannak foglalkoztatva. Juhász László, képviselő úré, a szó. Egy egyszerű és rövid kérdésem lenne. Beszélünk 5-7 éves fejlesztési időszakról. Mik lehetnek a különböző fázisai ennek a tevékenységek? We are speaking about 5 and 7 years in the investments. What can be the different phases of the investments? It is my question. Thank you. We will start the investment as of the beginning, middle of next year. Jövő év elején kezdenénk a beruházást. And then we will increase the investment so that it's maximized over the next 5 or 7 years. But obviously we can't build everything at once because everything is in departments. So we would do one department as phase one, another department as phase two, etc. És mivel nem lehet mindent egyszerre megépíteni, ezért különböző egységek lennének az egyes ütemek. Először az egyik egységet építenénk meg, és helyeznénk át, és ezt követően a következőt így tovább. And the reason for this is it's less disruptive on the day-to-day business of each of those departments. Ennek az az oka, hogy ez a legkevésbé megterhelő az egyes egységek számára a napi üzletmenetben. Köszönöm szépen a válaszokat. Képviselő úr, azt gondolom, hogy megfelelően lettünk informálva. Hogyha nincs más észrevétel, akkor köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, és ugye az elhangzottakra is figyelemmel, meg arra is, ugye, amit már egyszer hangsúlyoztam, hogy azt gondolom, hogy az egyszeri a telekértékesítésből származó bevételén túl egy ilyen beruházásnak olyan járulékos hasznai vannak, lehetnek, amik hosszú távon mindenképpen városi érdek. Tehát én erre figyelemmel azt javaslom, hogy az önkormányzatunk az eredeti pályázati felhívásban szereplő feltételeket azt módosítsa. A képviselőtársaim megkaptak egy új pályázati kiírást. Én azt kérem, hogy erről a pályázati kiírásról döntsünk. Ugye ez az új pályázati kiírás, ez ugye több pontban módosítja a korábbi határozatunkat, illetve a korábbi feltételrendszert. Ugye a legfontosabb az nyilván az, hogy a területnek, vagy a területért megajánlható legalacsonyabb vételár az 2500 forint lenne. Ugye itt azt fontos hangsúlyozni, hogy alapvetően nettó összegről beszélünk, de ezt az előzetes ugye vételi ajánlatában is jelezte a cég, hogy amennyiben ugye ezt ők áfával terhelten tudják megvásárolni, úgy abban az esetben az ő vételára ajánlatuk az áfát az nem tartalmazza. Legalábbis így érkezett be hozzánk a vételi ajánlat. Tehát akkor a igényelt legalacsonyabb vételár mindkét telek esetében akkor 2500 forintos négyzetméterenkénti ár lenne. Én javaslom a pályázati feltételek között szerepeltetni azt, hogy kizárólag mind a két ingatlanra egyidejűleg lehessen pályázni, vagyis az önkormányzat egyben kívánja értékesíteni ezt a két ingatlanát, illetve a bírálati szempontok között javasolom szerepeltetni a megajánlott vételár összegén túl a beruházás volumenét, illetve ütemezését, a szükséges infrastruktúra kiépítését, a kiépítés ütemezését, illetve költségeinek viselését, az iparűzési adó várható mértékét, illetve a tervezett foglalkoztatotti létszámot, vagyis a helyi munkaerőpiacra gyakorolt hatását is ennek a
leendő beruházásnak. A képviselőtársam a kiosztott pályázati kiírás tervezetben ugye ezeket a súlypontokat is, vagy a javasolt súlypont számokat is megkapták, tehát ugye 45 ponttal, maximum ponttal értékelnénk a megajánlott vételárat, 15-tel a beruházás volumenét, 15-tel az infrastruktúra fejlesztést, 15-tel a várható helyi adó mértékét, és 10 ponttal a tervezett foglalkoztatotti létszámot. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem a képviselő társaimat, hogy egyrészt a CEVA vételi ajánlatával kapcsolatos írásbeli, illetve szóbeli tájékoztatást azt vegyük tudomásul, illetve a kiosztott pályázati kiírásnak megfelelően döntsünk a Monor 7526/1 és 7526/2-es helyrajzi számú ingatlanok pályázatáról. Aki egyetért vele, kérem az igen gombbal jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. Köszönjük szépen a Gabriellának, illetve Michaelnek, hogy részt vettek a képviselőtestületnek az ülésén, illetve hát akkor Lissiben egy pályázati kiírást már tudunk biztosítani önöknek, amivel kapcsolatban ugye az eljárás rendünk ugye úgy szól, hogyha ez a következő szakbizottság, tehát a Városfejlesztési Bizottság ülését megelőző napon, tehát hétfőn, 7-én, március 7-én délig megérkezik, az 6-a, tehát akkor 6-án délig megérkezik, abban az esetben ugye a bizottság már érdemben tudja tárgyalni, illetve a 8-ai képviselő testületi ülés már dönteni is tud az értékesítésről. Természetesen ugye ez egy nyílt pályázat, tehát bárki pályázhat az ingatlanoknak a megvásárlására, de akkor várjuk az önök pályázatát. Tisztelt önkormányzat, ugye korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy a kormányzat egy egyedi döntésnek köszönhetően ugye településünket választotta az Okos Város program pilot településéül. Ugye jelentsen ez bármit is. Ugye az, hogy ennek a döntésnek a következtében milyen típusú fejlesztésekre van az önkormányzatnak lehetősége, ugye erről az elmúlt több mint egy hónapban számtalan egyeztetést folytattunk a kollégáimmal, illetve részben a képviselőtársaknak a bevonásával, a belügyminisztériumnak az illetékeseivel. Ugye a belügyminisztérium a szakmai felelőse ennek az Okosváros mintaprogramnak a kidolgozásának, illetve a megvalósításának. Az elmúlt időszakban az történt, hogy a belügyminisztériummal közösen, de alapvetően a saját kútfőből, meg a külföldi és hazai mintákból dolgozva egy kívánságlistát állítottunk össze, amiben ugye meghatároztuk azokat a célokat, amiket egy még nem ismert nagyságú keret összegből szeretnénk megvalósítani, akkor, ha a kormány a végleges áldását és a jóváhagyását adja erre a programra, és hogyha egy megfelelő keretösszeget is biztosít rá. Ugye magyarán ugye egy kormány előterjesztéshez készítettünk muníciót, illetve anyagot, dokumentációt. Ugye ennek az alapja egy olyan táblázat volt, ahol számba vettük azokat az okosváros fejlesztési projektelemeket, amiket Monoron mi indokoltnak, jónak, hasznosnak látnánk. Ugye ezeknél a programelemeknél próbáltuk ezt a társadalmi hasznosságát is kiemelni, hogy miért jó ez a városnak, illetve miért lehet jó ez a városlakóknak, milyen területen segíti adott esetben valamely közszolgáltatásnak az ellátását, vagy csak úgy általában a városnak vagy a köztereknek a komfortosabb átételét. És hát ugye az is a feladatunk volt, hogy az egyes programelemekhez egy becsült költséget adjunk. Ebből állt össze ez a
táblázat, aminek az eredményét ugye a képviselőtársaim is megkapták. Azt szeretném kérni az önkormányzattól, hogy ezt a egyrészt az eddigi munkát vegye tudomásul, illetve hogy ezt a táblázatot, ezt hagyjuk jóvá. És ha a végleges kormánydöntés megszületik róla, akkor nyilvánvalóan utána kezdődhet el, ugyancsak a nyilvánosság, a civil szervezetek, meg már adott esetben ugye a vállalkozások, partner vagy társ közigazgatási szerveknek a bevonásával a konkrét programelemeknek a kidolgozása. Tehát ez most egy ötletlista, annak a egy picit azért részletesebb bemutatása, hogy mondom, mit lehetne egy ilyen projekt keretében megvalósítani, de ugye a végleges konkrét kormány döntés és a megítélt forrásoknak a tükrében fogunk tudni visszatérni arra, hogy ténylegesen mi az, ami ebből megvalósítható. Kérdezem, hogy van-e kérdés észrevétel. Ugye nyilvánvalóan lehet majd rangsorolni is ezeket a fejlesztési elemeket. Ugye az már bizonyos fórumokon visszatérően elhangzott, de nyilván döntés ebbe sem született, hogy lehetnek olyan projektelemek, amiket mondjuk mindenképpen meg akar az önkormányzat valósítani. Ugye így tekintünk egyelőre a közvilágítás fejlesztésre, korszerűsítésre, illetve a térfigyelő kamera hálózatnak a bővítésére és fejlesztésére, illetve új funkciókkal, ilyen okos funkciókkal történő fejlesztésére. De hát elég változatos a lista, azt gondolom. Tehát szinte nincs olyan intézmény, szakterület vagy közszolgáltatás, ami valamilyen módon ne lenne érintett benne. És ami nagyon fontos, én azt gondolom a programmal kapcsolatban, és ezt is ugye többször hangsúlyoztuk, illetve a belügyminisztérium illetékeseinek is jeleztük, hogy nyilvánvalóan ugye a projekt az nem terjedhet odáig, hogy a szükséges eszközök azok leszállításra kerülnek, vagy a szükséges projektelemek azok beépítésre kerülnek, hanem a munka az a mi szempontunkból igazából csak utána kezdődik, hiszen ezeket az alkalmazásokat, eszközöket, ezeket a fejlesztéseket, szoftvereket vagy programokat, ezeket ugye be kell tudni üzemelni, meg el kell tudni kezdeni használni. Ami legalább akkora, ha nem nagyobb feladat lesz, mint mondjuk birtokba venni, vagy telepíteni őket. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szervezetfejlesztéssel is kell, hogy járjon, és egy olyan szervezetfejlesztéssel, ami nyilván a program elemenként eltérő módon, de azért mégiscsak igénybe fogja venni a kollégáinknak a közreműködését, és szükség lesz az ő együttműködésükre, meg szükség lesz arra, hogy ők nyitottan az újra, meg a tanulásra nyitottan vegyenek ebben a programban részt, hiszen új folyamatokat kell például bizonyos területeken bevezetni. Új eljárásrend valósulhat meg például mondjuk a városüzemeltetés bizonyos területein, de kihatással lehet a fejlesztés, az intézmények és a hivatal közötti viszonyra és kapcsolatrendszerre is. Magyarán a programnak a kulcsa, vagy a sikeres programnak a kulcsa azt gondolom, hogy nem a technológia, hanem az, hogy ezt egy megfelelő szervezetfejlesztés kell, hogy kísérje. Ha nincs kérdés észrevétel, akkor kérem, hogy döntsünk a munkacsoport által eddig megtett intézkedéseknek az elfogadásáról, illetve a tudomásul vételéről. Aki egyetért fel, az igen gombban jelezze. A képviselőtestület egyhangulag fogadta el a határozatot.